Lassan visszaáll a régi rend a Herkules gymben, megújult külsővel. Lukács Krisztián és csapata kifestették az edzőtermet, illetve folyamatosan fertőtlenítettek. Mindemellett újdonságokkal is várják a vendégeket, mutatjuk. Április 25-én nyitott újra a Herkules Gym. Ugyan a gépeket nem használhatták hetekig, ennek ellenére számos újdonság várja a vendégeket, hiszen nem tétlenkedtek a leállás során sem. Nehéz volt. Ugye a vállalkozás szempontjából ez az 5-4-5 hét ugye elég sok kiesés volt. Ugye az alkalmazottakat is úgy kellett, hát úgy mondom, hogy mellékpályára tenni, hogy mikor visszanyitunk, akkor ugyanúgy tudjunk elindulni. Most még csökkentett üzemmódban vagyunk, mert reggel 7 órától délig vagyunk nyitva, és 3 órától 8-ig, hétvégén 10-től 16-ig, de hogyha a korlátozásokat felbontják, reméljük vasárnaptól, ahogy halljuk a híradásoktól, akkor szeretnénk teljes üzemmódba nyitva lenni, reggel 6-tól este 10-ig. Milyen óvintézkedéseket tettetek meg? Ezek az óvintézkedések már előtte is megvoltak, ugyanúgy volt készfertőtlenítő, eszközfertőtlenítő kitéve, már a vírus előtt is megvoltak ezek a dolgok, már amikor megnyitottuk az edzőtermet, mi már úgy nyitottuk meg, mert a hatóságok átsevették volna az edzőtermet, nem adtak volna engedélyt. Mikor meglett a vírus, utána is sűrűbben, nagyobb mennyiségben voltak kint kéz- és eszközfertőtlenítők, de van ugyanúgy szájmaszkunk a pultban, hogyha valaki szeretne szájmaszkot, akkor mi biztosítunk neki szájmaszkot, és ugyanúgy törölköző használata megvolt. Végül is sokban nem változott a dolgunk, csak inkább annyiba, hogy nagyobb mennyiségben tettünk ki fertőtlenítőket. Annyi még, hogy én jó magam, még a szappanba is, a folyékony szappanba is tettem fertőtlenítőt, úgyhogy aki itt lefertőtlenít, és felmegy, megmossa a kezét, még abba is van fertőtlenítő, úgyhogy nagyon-nagyon biztonságosak vagyunk. Sőt, ugye mivel nálunk légcserélés van, folyamatosan cserélődik a levegő a nap 24 órájában. Az előírások betartása, mint a folyamatos fertőtlenítés mellett kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy tartsák egymástól a 1,5 méteres távolságot, illetve 15 fős létszámlimitet az alsó szinten. Az újranyitás nem jelenti azt, hogy azonnal mindenki visszatért a gépekhez. Úgy szeretném, hogy a vendégek szép lassan, fokozatosan térjenek vissza, és ez most úgy néz ki, hogy ez meg is, be is valósul, szép fokozatosan térünk vissza az edzőteremben. Hát igen, csökkentett egy kicsit, de akik lelkes edzők, azok már most itt vannak. És szerintem, hogyha meg lesz ez a korlátozásnak a vége, akkor mindenki vissza fog térni az edzőterembe. Csoportos órák egyenlőre azonban nincsenek. Várjuk ugye a korlátozásoknak a feloldását, és majd akkor szeretnénk beindítani a csoportos foglalkozásokat. Oda is már nagyon sok jelentkező van a csoportos foglalkozásra. Itt az edzőteremben is ugye nagyon sok jelentkező volt, mert míg be voltunk zárva, az emberek folyamatosan kérdezgették, hogy mikor nyitunk ki. Ugye szükségük van az embereknek a sportolásra, és nagyon sokszor vissza kellett utasítani őket, mert ugye be volt zárva az edzőterem, de nem tétlenkedtünk, míg be volt zárva, mert kifestettünk. Én mindent lefestettem odakint, és átültettem a növényeket, minden szépen rendben lett, úgyhogy már úgy vártuk a vendégeket, hogy minden stramp, minden frankó kávézót csináltam előre-hátra, úgyhogy kamera lett felszerelve, úgyhogy most már minden szuper. A fiúk és lányok eddig folyamatosan készültek a különböző versenyekre, a veszélyhelyzet azonban ezt is keresztbe húzta. Az év második felére készülnek, mert minden jel arra mutat, hogy a közeljövőben sehol nem szerveznek majd megmérettetéseket. Ebbe a fél évbe biztos, hogy nem lesznek megtartva a versenyek, mert volt olyan verseny, amire bejelentkeztek a lányok, és már aznap délután, ugye mivel lett ez a vírusos rendszer, aznap délután már vissza is mondták a versenyt. Most ebben a fél évben nem nincsenek versenyek, inkább a jövő fél évre koncentrálódunk szeptembertől, és ugye oda edzenek az emberek. Én is ugye a Magyarország legerősebb rendőre június 27-én lett volna megrendezve, azt még nem tudom, hogy akkor meg lesz-e tartva az a juniális
a fürdőbe, vagy a fürdőparkba, de ha meg lesz tartva, akkor megrendezem a versenyt, hogyha nem, akkor őszire fogjuk tolni a versenyt, de mindenféleképpen rendezünk versenyt és csináljuk gőzerővel.